Furcsa a kezdés. Kibontakozik-e vajon? Kibontakozik-e vajon? Jó! Hallod, a DJ Konci az egyetlen ember, aki tud olyan zenét találni, ami 1940 előtt készült. Nem baj, de hát ez a korodat jellemzi, drága barátom. Egyen meg a szívedet. Na jó. Gyerekek, hát hétfő van, új hetet kezdünk, és hát tudjátok nagyon, hogy ilyenkor mindig meghívjuk az éppen hát aktuális vagy, hát nem aktuális, nem tudom igazából, de a kiesőt a Megasztárból. És hát egy olyan ember távozott, akihez személyes kapcsolatom is fűződik, úgyhogy én is felléptem vele, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy picit ilyen izzadságszagú a történet, mert hogy ennek a fiatalembernek szerintem még nem kellett volna távoznia. Hogy ő ezt hogy gondolja, hogy milyen érzései vannak a zsűrivel kapcsolatban, meg a játékos társaival kapcsolatban, azt pillanatokon belül elmondja, hogy érkezik hozzánk Farkas Jenzer Balázs. Szia, Vasi! Nagyon örülök. Szia, haver. Oda, csücs le. Szuper. Kicsit komolyabb zenét választottunk neked. Na, mit szólsz? Nagyon szív. Igaz? Ez egy ilyen hozzád illő, egy ilyen rendezett csávó vagy. Hát ilyen jó kis funky groove, úgyhogy. Igen, ezt mondtam pont, amikor kérdezték, hogy mi rólad a véleményem, akkor azt mondtam, hogy figyelj, azért azt kikéne magamnak, hogy mennyi van most 22? 21. 21? 21, és hogy konkrétan már 21 évesen olyan vagy, amilyen én még 45 évesen se leszek. Tehát, hogy ilyen rendezett, nem tudom, ilyen nagyon magabiztos, ugyanakkor ilyen fiatalos, tehát hogy ez egy ilyen kicsit ilyen irigységre méltó tulajdonság. Hogy mondják ezt? Bocsánat. Irigyésre. Köszönöm szépen, Krisztus. Hát ez a nagyon rendezett és nagyon magabiztos, mind a kettő azért egy olyan dolog, amit azért csak remélek, de igyekszem tényleg. Tehát egyrészt igyekszem rendezett lenni, másrészt meg azért a magabiztossággal is vannak gondok, de dolgozom rajta, úgyhogy. Mondjuk ez a múlt pénteki pofon, ez nem tett jót a dolognak, hogy így mondjam, de hát mindegy is. Hát de figyelj, ez benne van, tehát azért vesz egy ilyen versenyre, bármikor kiesett, tehát ez sajnos számolni kell. Hát nyilván persze, csak így az ember így latolgatja a dolgokat még az elején. És hogy latolgattad? Na mondjad, hogy latolgattunk. Mire gondoltál? Feküdtél otthon az ágyba csütörtök este, kész van a produkció, már jön a péntek, utolsó éjszaka, az ember leunja a szemét, gondolom, így telnek el a napok, és akkor arra gondol, hogy na holnap akkor az lesz, hogy? És akkor... Nem, én úgy éreztem, hogy a péntek az egy ilyen tök jó dolog lesz majd, mert mind a két dalomban nagyon biztos voltam, mind a két dalom szerintem elég jól sikerült, tehát így alapvetően nem volt olyan dolog, amit azt mondtam, hogy bakker, elszúrtam, és nem jött össze, hanem tényleg jól sültem minden, és tényleg bárki, akit megkérdeztem, azt mondta, hogy figyelj, top 3 tutti, tehát így mindenki azonnal ezzel jött. És én most egyet tévedtek a top 4, hát most az... Jó, persze, igen, csak tudod így, itthon azért nagyon-nagyon lényeges az, hogy milyen titulust hordozol, meg az, hogy milyen szám van rajtad, úgymond. Hogy meddig vitt. De, ja, értem. De ettől függetlenül igazából azért nem nagyon felszkózom magam emiatt, mert például Kálai Szandrás Andrés is pont itt esett ki, aztán mennyi dolgozik már tök sokat. Tehát magyarul te azt gondolod, hogy te harmadik lettél volna, úgy meg negyedik lettél? Nem tudom biztosan. Tényleg ez nagyon-nagyon sok mindentől függne, hogy meddig vitt volna ez a verseny, hogyha most pénteken nem ér véget. De igazából tényleg most csak annyival vagyok kevesebb, hogy az Attila az év férfi hangja titulust viseli, és én meg nem. És igen. Igen. Bár ez csak egy ilyen kreált cím, tehát hogy attól, mert még ő benne van az első háromban, és a legjobb férfi énekes, hát az igen. De hogy mondott valamit neked ez a srác, a Durán Durambó, valamit utána említett? Hát igazából itt volt egy műsor a társ csatornán utána. Igen, a FM 3-on. Igen. Csak nem tudtam, hogy mennyire szóval. Bármi, nyugodtan. Coca-Cola, Pepsi-Cola, általán. Mondtad, nyugodtan meg. Kimondtam. Szóval a FM 3-on van utána egy műsor, és ott még előtte így beszélgettünk, borzasztóan így le volt zsibbadva a srác, és kérdezik, hogy mi van, mi a baj. Nem, csak fáradt vagyok, és itt láttam rajta, hogy azért ő is most ma masszívan pörgeti a kalendáriumot a fejébe, hogy akkor most itt hogyan jött ki ez az egész, meg akkor neki most mit kell itt csinálni, és akkor mit kell humorítani, mert hát tényes valahogy ilyen cím, meg ilyen helyezés azért elvárásokat gerjeszt az emberekben, és neki ennek meg kell felelnie most pénteken, úgyhogy...
Figyelj, te angol tanár vagy, igaz? Igen, igen, igen. De szép. És miért tudsz ilyen jól angolul? Egy anyanyelvi angol iskolában nevelkedtem egy jó ideig, aztán így gyakorlatilag rám ragadt, mint a kosz. Úgyhogy... És akkor, hogyha nem jön össze a zenélés, akkor maradsz ennél? Hát nagyon remélem azért, hogy a zenélés az valamennyire. Tényleg úgy veszem észre, hogy a szakmai... Jó lóvé van ebben egyébként az angol tanításban. Tehát én tudom, az én angol tanáromnak annak idején rengeteget fizettem. Meglepődnél. Nem, nincs. És nem jól lepődnél meg. Tehát nem, én azért tehát lévén igen-igen fiatal vagyok, per voltam még akkor, amikor tanítottam, még év elején. Aha. Meg alapvetően még azért egy-két ilyen kvalifikáció azért nem ártana. Tehát én mondjuk egy tanári diploma az például nem lenne rossz, annak ellenére, hogy... Te mi vagy egyébként? Hát én egyébként kőbányát végeztem, tehát én szórakoztató zenész egy titulussal rendelkezem, de egyébként meg nem rendelkezem olyannal, hogy én tanár lennék, vagy ilyesmi. Úgyhogy igazából például, amikor szinkron tolmács voltam, akkor is igazából azért csináltam, mert jól tudtam csinálni. Tehát nem azért, mert bármiféle plecsni, vagy titulus, vagy papír lenne mögöttem, hanem azért, mert beraktak engem egy székbe, fordítottam, mint a gép, és ez tetszett nekik. Ja, tehát így, és ugyanez volt, hogy elmentem angol tanítani emberekhez, aztán volt egy-két olyan alkalom, amikor egy bizonyos csoportnyi embert kellett tanítanom bizonyos rotációkban, és akkor ott ilyen próbaórák voltak, nagyon megtetszettek nekik, és akkor egy jó egy éven keresztül például ennek a nagyobb csoportembernek kellett csinálnom az oktatását, úgyhogy ez is egy jó kanyar volt. Hát jó, van mihez visszanyúlni, ez nem olyan rossz. Persze, persze. Alapvetőleg melyik az a zsűritek, akit a legjobban utálsz jelen esetben? Nem utálom egyiküket sem, mert... Kicsit jobban, mint a többi. Legyen az, hogy mondjuk, legyen egy ilyen skála, és akkor mindenki hívja, és jön a mester. Őt egy kicsit jobban utálod? Nem, így a mestert, amire azért nem haragszom, tehát itt alapvetően... Jó, akkor rá nem, várj. Rájuk sem. Várj. Itt a Falusi Marian. Ő kicsit így felnyúlik, tehát hogy jobban utálod, mint mondjuk nem, a mestert. A Mariad én nagyon-nagyon szeretem. Az nagyon jó. Akkor van a Berecki Zoltán. Ő is Fain. Fain? Tehát akkor... Hát csak a bocskort utálja. De ez jó, mert én is. Nem, nagyon rendesek egyébként. Tényleg nagyon-nagyon sokat foglalkoztatok. Csak viccelek, imádom a bocskort. Meg tényleg, tehát így az, hogy a mestert, ami azért irgalmatlan ekézést kapott péntek után. Tehát, persze. Hát konkrétan mindenki azt mondta nekem, hogy tovább jutott a kismester Tamás. Mindenki ezzel várt engem. Tehát, hogy, amit én egyébként nem látok, tehát nem érzem azt, hogy ez így lenne, hogy hasonlít a mesterre, de hogy mindenki ezt mondta. A nyelvem hegyén volt valami nagyon-nagyon kegyetlen, de inkább nem, hanem tényleg a mester Tomi egy nagyon-nagyon kivételes előadó szerintem, és nagyon jó énekes. Az, hogy ő most egy tévéműsorban... Az, hogy ezt így elbaszt, ez benne van, egy bárkinek. Egy tévéműsorban voltak aspektusok, amiket szem előtt kellett tartania. Ez azt mondta, hogy jobban, azt mondták, hogy jobban énekelsz. Hogy jobban zenél. Meg jobban is zenélsz, de... Hát, hogy a sztárakat, ami nem fér be a lexikonomba, hogy egész konkrétan a sztárakat, az úgy... De mindegy, tehát így, meg az, hogy rajongói vannak a T-oponásnak, hát lehet, hogy neki melírozva van a haja, meg egy kicsit extrém módon tudtam, öltözik. Tehát, hogy picit ilyen, amit mondtam neked már az elején, mikor beültél ide, hogy kicsit ilyen konzervatívnak tűnsz. Tehát, hogy tényleg bejössz, és nagyon jóképű srác vagy, Brian a Backstreet Boysból, megvan kötve a sál, és tényleg egy ilyen szolid, fekete felső, szürke, nadrág a fekete, ez oké, de hogy nincs benne extrém, és lehet, hogy ők ezt hiányolták. Hát nem tudom, hogy ők hiányolták-e ezt, vagy a... Tehát az indoklás része volt például az is, hogy mert neki rajongói vannak, és ilyenkor egy pillanatra azért felugrott a fejem, hogy az a 6600 ember, aki ott csücsül Facebookon, azok micsodák, zöldségek? Neked a 6600 ember van? Igen. Tehát az, hogy... Az jó, az nem rossz. Tehát, igen, az tök jó. Tehát az, hogy... És kaptál már ilyen... Anyukádat elhoztad magaddal a forgatást, tehát nem tudok ilyeneket kérdezni, hogy konkrét dugásra kaptam-e felkérést a kis tanítótól? Az igazság, hogy én nagyon-nagyon rafkós voltam, mert én a Facebookon borzasztóan elrejtettem magamat. Tehát csak az ismerősök ismerősei látnak egyáltalán. FGB és, így volt fel. Igen, és ilyen irgalmatlanul nehéz nekem még üzenetet is küldeni. Tehát nem és volt hát, még ilyen? Kommentekben meg nem mernek, de mindig az, hogy figyelj, mikor lehetne már neked ilyen privátot írni. De például volt a Blik chat, ott például olyan volt az egyik kis csaj, megkérdezte, hogy ennék-e a hasáról eprettej színe, valami ilyesmi volt. Tehát vannak ilyen extrém indítatású dolgok, de egyébként, tehát így... Ez nem is extrém. Jó pacal, igen.
Jó pacalt kell egy ilyen 12 hasú nőnek a hasába. Ennél a tarkomról pacalt. Igen, hát ez igen talán ez lenne az extrém. Talán igen. De hát akkor még konkrétan ilyen nincs. De csaj van egyébként a kilátásban valaki? Barátnőm van, tehát igazából. Neked van konkrétan? Persze, régen? Aha. Hát 10 hónapja együtt vagyunk. Jaj, de szép. Igazából most így... Szerelem? Aha, mert ugye abban nem voltatok együtt most 4-5 vagy 5 hónapot, nem? Ja, hát 2,5 hónapig voltam benne a versenyben, úgyhogy igazából tényleg így ilyen heti, mit a 5-6 órák találkozás de mennyiségben. Szép, ilyen, sőt, két hetente, tehát ilyen, eléggé húzós volt, de tök jó. És kívültuk, ő? Tehát... Szerinted egyébként megvár téged? Vagy? Biztos vagyok benne, persze. Sok sikert kívánok neked, jó lemezt, találd meg az utadat, ne taníts soha többi angolt, mindig abból ér, hogy sztár vagy, és hogyha talán Attilával találkozol, akkor ilyen jobban egy ilyen takaróriasztót az elmúlt 3 hónapja, vagy 2,5 hónapja, amit elkövetett ellenünk. Köszönöm szépen, jó hozzám majd vendégnek, köszönjük szépen, tapsoljatok, mert most nincs tapsgépünk. Balázs, gyere, ölej meg! Ne menjél el nélkül. Egy férfias ölelésre vagyunk. Köszönjük szépen! Szia, minden jó! Sziasztok! Jaj, de szép szám! Emlékszel erre? Mikor még fiatalok voltunk. Na jó. Farkas Jenzer Balázs, szerdán pedig jövünk Janicsák Vecával. Azt hiszem. Úgy van.